tud a történelem. Oda igen, ha melegedés volt, oda föl tudott menni. Aki egyszer oda fölment, egy újra hidegedésnél soha nem tudott többet visszajönni. Tehát ezek zárványok, amiket mi ott kapunk finnugor vagy obiugor néven, ezek nem keletkezési helyek, hanem lepusztulási helyek. Nem tudom, érthető-e. Na most, aki összetéveszti a szülőszobát a proszektúrával, az minden egyéb gazemberségre is képes. Ennyit a finnugor őstörténetről. Tehát ezek nem olyan dolgok, hogy most szeretem-e a finnugrászokat, vagy nem szeretem, mert megint azt mondja, hogy azok nem hazafiak. Tőlem lehetnek olyan hazafiak, hogy naponta kínálgálhatnak a Kossuth téren. Nem érdekel. Ebben a kérdésben akkora fokú az ostobaságuk, hogy ezt már tonnával se lehet mérni. És nem igaz, hogy nem tudhatnak tényekről. Hát a saját körükből való Veres Péter nevű, de tetőtől talpig finnugrász. Hát ő közölte először az ide vonatkozó adatokat. Ez nem azonos azzal a Veres Péterrel, aki hadügyminiszter volt. Tehát, sőt a... Na jó, nem folytatom. Milyen miniszter még? Veres. Na tehát lényeg az, hogy ennek az ábrának azért van nagyon fontos jelentősége, mert itt egyértelműen kiderül, hogy az a fajta temetési szertartás, amit mi pontosan magunkra nézve tartunk, de a legakadémikusabb vonal is, itt vigyázat, itt nem magyarkodóknak a véleményéről van szó, azok is pontosan a magyarságra jellemző temetkezési módnak tekintik, erről ismerik föl a honfogláskori magyar sírokat. Na most, a szkíta helyszínig, tehát ahonnan ez a övcsat származik, az egész vonulat földrajzilag mindenütt jelen van ez a fajta temetkezés, de ez csak a legutóbbi időkig. Hát a legutóbbi időkben mutatta ki, és ráadásul nem is akadémikus régész, hanem dr. Érdi Miklós. És fölülmúlhatatlan az erénye, nem is tudták egy mondatát se cáfolni. Egészen egyszerűen agyon hallgatják. A könyvben azt hiszem most már 2 vagy 2,5 éve jelent meg, sőt, lehet annak már 3 éve is. Nagyon tudom javasolni. Ő egyébként jól ír. Ő Amerikában dolgozik, és orvosi mesterség, nem is tudom, fogorvos vagy rendes orvos, azt hiszem fogorvos. Egyébként érdekes megfigyelni, nem akarok itt nagyon oldalirányokba kicsatangolni, de a fogorvosoknak nagyon komoly szerepük van az őstörténetünk alakításban. És ne felejtsük, egy fogorvos agyban dolgozik, tehát koponyában dolgozik. Olyan precizitás kötelező rá, ami nem feltétlenül, tehát nagyságrend, nem akarok lebecsülni, van köztünk urológus is, hát ne kutasson bennem, de egy szóval mondjuk nekem nem mindegy, hogy a számba dolgozik valaki vagy mások, de egy biztos, hogy itt nagyon közel van már az agyamhoz, ha ilyenről szabad beszélni. Tehát hallatlan nagyfokú precizitás jellemző rájuk. És ez azt jelenti, hogy bizony, hogyan? Dr. Érdi Miklós. Érdi Miklós. Ja, a címe, ez bocsánat, hát onnan tessék parancsolni. Ez a derék ember ott fejjel magas tikkatársáktól. Szabad összeboronát csak erre az egy alkalomra, és ott kéne. Jó? Nagyon jó a könyv. Kapható egyébként, legjobb tudomásom szerint még mindig kapható. Sőt, még az is lehet, hogy itt valahol jelen van, mert itt nagyon jó könyvek vannak. No, mehetünk tovább. Még egyet beszéljünk meg, és utána szünet jön, jó?